A Jászajkon Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy helyi lakos személyautóval közlekedett Besenyszög irányából Törökszent Miklós felé. A sofőr eddig tisztázatlan körülmények között forgalomban szemben hajtott fel az M4-es autóútra, ahol összeütközött a Budapest irányába tartó személygépkocsival. Az ütközés hatására a vétlen autós a szalagkorlát tetején állt meg. A baleset következtében mindkét jármű sofőrje az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. További két járműben anyagi kár keletkezett. A rendőrség a helyszínelés és műszaki mentés idejére a Törökszent Miklós irányába haladó forgalmisávban félpályás, míg a Budapest felé haladó forgalmisávban teljes útlezárás rendelt el. A közlekedés rendőri forgalom irányítás mellett haladt.